Az elmúlt 30 év változásai és a 21. század elvárásai a magas tetők tervezését és kivitelezését is új kihívások elé állítja. A közel nulla energiaigényű épületek megvalósításához nagyban hozzájárul a magas tetők és beépített tetőterek szakszerű szigetelése is. Sőt, felújítás során sem mindegy, milyen szigetelő anyag kerül a tető alá. Kóbor Csaba alkalmazás technikai tanácsadó foglalja össze, hogy melyek a jó és melyek az elkerülendő megoldások. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntöm Önöket a Baudel Kft. Nevében. Engedjék meg, hogy én jó nagyot visszaugorva az időbe kezdjem előadásomat. Tetőink körülbelül 40-50 évvel ezelőtt így néztek ki. Szerencsére azóta nagyot fordult a világ, különösen sokat fordult a világ 30 évvel ezelőtt. Nem csak politikai értelemben, de politikához is mindenképpen köze van annak, hogy Magyarországon is nyugat-európai tetőfedőanyaggyártó cégek megjelentek, és ennek köszönhetően Veszprémben 1992-ben megnyitott a kapuit az első magyar tetőfedő szakmunkás képzőintézet, ami akkor egy kétnyelvű iskolaként működött. Kiváló szakemberek kerültek ki ebből az intézményből, akik aztán néhány évvel később már nemzetközi versenyeken díjakat értek el, majd később pedig vállalkozóvá válva ismét megmérettették magukat különböző szakmai versenyeken. Azt gondolhatnánk, hogy akkor innentől már minden jóra fordult, azonban be kell látni azt is, hogy azok a technológiák, amit annak idején ezek a nyugat-európai cégek behoztak Magyarországra, sajnos megragadtunk ezen a szinten. Hozzáteszem, hogy azok a technológiák, amiket akkoriban elkezdtünk alkalmazni, hogy bekerültek a fedések alá, alátét hiazatok, alátét fólia formájában, ezek már akkor is igazából egy lebutított verziónak számítottak a nyugat-európai rétegrendekhez képest. A szomorú az az, hogyha ezt a képet megnézzük, akkor nem tudjuk eldönteni, hogy ez a tető ez most a 90-es évek közepén épült, vagy éppen 5 évvel ezelőtt. Hát valahol szomorú az, hogy ezeknél a technológiáknál mi leragadtunk. A részletekben most nem szeretnék belemenni, nem az számít, hogy most itt penészes a szarufa, vagy éppen a párazáró réteg nincsen rendesen kialakítva, hanem az a szomorú, hogy ez a tető ez készülhetett volna akár 20 évvel ezelőtt is, de készülhetett volna akár néhány évvel korábban is. Holott a követelmények azóta nagyon-nagyon sokat változtak tetőinkkel szemben. Itt a mai nap folyamán én sokat fogok beszélni az energetikáról, a hőszigetelésekről, magas tetők hőszigeteléséről elsősorban. Hogyha a követelményekről beszélünk, megváltozott követelményekről, akkor mindenki jó ismeri a TNM rendeletet. Ugye ismét már aktualizálva lett ez a táblázat, tartalmaz ez a táblázat minimum követelményeket, és vannak ajánlások benne. Hozzáteszem, hogy a táblázat nem tartalmazza, hogy milyen követelményeknek kell megfelelnünk egy passzív ház tetőterének esetén. Itt a ajánlott érték nyugat-európai szakirodalmak alapján is 0,1 watt per négyzetméter Kelvin. Később erre még visszatérnék, ne akarjunk rögtön passzív házat csinálni, először próbáljuk meg az átlagos családi házainkat rendben tartani és korszerűsíteni. A csatolt táblázaton azt látjuk, hogy különböző hőszigetelések milyen új értéket produkálnak nekünk. Láthatjuk azt, hogy mondjuk egy 20-30-40 évvel ezelőtt épült tetőben egy meglévő szálas hőszigetelőanyag, amikor 80 mm vastagságban helyezkedik el, ez önmagában 0,43-as új értéket produkál. Ugye ez a mai ajánlásokhoz, vagy a mai követelményekhez, a 0,15-ös, 0,17-es új értékhez képest ez mennyire elmarad. Hogyha szeretnénk ezen javítani, akkor egy szarufa felett elhelyezkedő PIR hőszigeteléssel ezt jelentősen felül tudjuk múlni. Már csupán egy 50 mm-es PIR vastagsággal elérhetünk 0,24-es, 0,23-as U-értéket, de hogyha egy 10 cm PIR vastagságban gondolkozunk, akkor már igazából egy 0,26-os hővezetési tényezővel rendelkező PIR-nél 0,17-es U-értéket, és akár egy jobb hőszigetelő képességgel bíró PIR esetén már 0,15-ös U-értéket elérünk, úgy, hogy a szarufa közökben található 80 mm-es hőszigetelésünket megőrizve 10 cm PIR-rel kiegészítjük. Ennyit a száraz számokról, én ennél sokkal gyakorlatiasabb előadást szeretnék tartani, úgyhogy a későbbiekben már inkább a gyakorlati kivitelezés felé mennénk el. Azt azonban még megemlíteném, hogy manapság, amilyen rétegrendeket alkalmazunk, ezek mennyire nem teljesítik az elvárásokat. Nagyon gyakran találkozunk még mindig olyan hőszigetelési megoldásokkal magas tetők esetében, amikor a szarufák között 15 cm szálas hőszigetelőanyag jelenik meg,
Ez 0,29-es új értéket produkál, messze nem teljesülnek az elvárások. Gyakori, és sokan korszerűnek gondolják azt a megoldást, amikor a szarufa között elhelyezkedik nekünk 15 cm hőszigetelés, és kiegészítjük ezt egy 5 cm-es hőszigeteléssel még belső oldalon, 0,24-es új értéket produkálunk. Láthatjuk, hogy messze nem teljesülnek az elvárások. Mi az a rétegrend, amivel szálas hőszigetelőanyagból tudnánk hozni a mai követelményeket? Hát 15 plusz 15 cm szálas hőszigetelő anyag, ezzel egy 0,17-es új értéket el tudunk érni, ezzel éppen teljesülnek a követelmények, amik ma érvényben vannak, de látjuk azt, hogy egy kamara általi ajánlásnak már nem tudunk eleget tenni. Még rosszabb a helyzet, hogyha itt a számításoknál pontosabban figyelembe vennénk a szarufáknak a hőhíd tényezőit, illetve magának a rögzítéseknek a rögzítések által jelentett hőhidakat. Nézzük meg azt, hogy PIR anyagokkal hogyan tudunk dolgozni. Láthatjuk, hogy már egy 12 cm-es PIR magastetős hőszigeteléssel 0,14-0,16-os új értéket tudunk teljesíteni, amivel akár az ajánlásokat, akár a követelményeket meg tudjuk haladni. Említettem a passzív ház által meghatározott értékeket. A 220 mm-es PIR-rel teljesül a 0,10-es új érték, vagy kombinálható természetesen a poliuretán szarufa feletti hőszigetelés, 150 mm-es szálas hőszigetelőanyagot elhelyezve a szarufa közökben, majd ezt kiegészítve 16 cm szarufa feletti hőszigeteléssel szintén tudjuk teljesíteni a 0,10-es új értékünket. Tehát biztosak lehetünk abban, hogy a PIR hőszigetelőanyagok egyre inkább el fognak terjedni és meg fognak jelenni tetőinken. Fontos az, hogy ezek az anyagok megjelennek, a magyar piacon már elég régóta szerepelnek, a Baudernek egyébként úttörő szerepe volt ezeknek az anyagoknak elterjesztésében, hiszen maga Bauder volt az, aki Németországban most már immár a 40 éve elkezdte alkalmazni ezeket a hőszigeteléseket magas tetőkön. Ígértem, hogy egy gyakorlatias előadással készültem a mai napra, nézzük meg, hogy egy meglévő tetőfelújításunkat hogyan tudnánk ideális esetben kivitelezni. Ugye a fedés megbontása után találkozunk jó esetben valamilyen fajta hőszigeteléssel. Hogy ez a hőszigetelés milyen állapotban van, erről meg kell győződnünk. Lehet, hogy volt kondenzvízképződés ebben a szerkezetben, voltak beázások, vagy akár az anyag a saját súlyánál fogva összeroskadt, mert mondjuk nem egy ferdetetősíkba építhető anyag került beépítésre annak idején. Hogyha ezt azt tapasztaljuk, hogy ez az anyag egyébként működőképes, jó állapotban van, akkor nyugodtan meg is tarthatjuk, hiszen hőszigetelő funkciót későbbiekben is tud ellátni. Meg kell győződnünk a hőszigetelésen túl arról, hogy a párazárásunk milyen állapotban van, sőt, egyáltalán készült-e annak idején párazáró réteg. Az én építőipari tapasztalatom azt mondatja velem, hogy ezekben a 20-30 évvel ezelőtt készült tetőkben vagy nincs párazáró réteg, vagy nem megfelelően elkészített. Hiányoznak a felületfolytonosságot lehetővé tévő csatlakozások, valamint hiányoznak a falhoz szintén a légtömör csatlakozások. Mit lehet tenni? Lehet egy tetőt felújítani a belső burkolat megbontása nélkül, a párazáró réteget is el lehet helyezni kívülről. Ez ugye sokszor kívánalom, hogy egy tetőtér ne kerüljön megbontásra, tehát egy belső burkolatot, gipszkartont, vagy éppen lambériát, hajópadlót ne kelljen a tetőfelújítás során nekünk eltávolítani, lehetőleg minél kevesebbet tartózkodjunk a felújítás során az épületben, kívülről végezzük el a felújítási munkákat. Mit lehet tenni? Választhatunk ebben az esetben egy viszonylag magas páraellenállású párafékezőt, nem is olyan túlságosan magasat a maga 3 méteres SD értékével itt a példában, majd ezt a párazáró fóliát a szarufákon átvezetve elhelyezkedjük. Mit fog ez eredményezni nekünk? De sajnos azt fogja eredményezni, hogy a belső térből ez a kikívánkozó pára, ez a hőszigetelésemben nem fog bejutni így módon, viszont a szarufában jelen lesz ez a pára, a szarufa fel fogja venni ezt a nedvességet. A szarufa külső oldalán azonban már számolnom kell alacsony hőmérséklettel, és ebből kifolyólag ugye magas páratartalommal, hiszen ahogy említettem, a szarufa felveszi ezt a párát. A gond az, hogy nedves lesz a szarufánk, a hőszigetelésünk olyan száraz marad. Próbáljunk akkor meg egy olyan megoldást, ami nem ekkora nagy párellenállással bír a párafékező rétegünk, legyen ennek csak az SD értéke például egy 0,1 méteres. Itt azt fogjuk tapasztalni, hogy a szarufánknál ez az alacsony SD értékű fólia ki fogja engedni nekünk a párát, azonban az alacsony SD értéknél fogva nagy mennyiségben be fogja engedni a hőszigetelésünkbe a belső tér páráját.
A végeredmény az lesz, hogy száraz szarufával, azonban nedves hőszigeteléssel kell szembenéznünk. Mi lehet akkor a megoldás? Két megoldás létezik. Az egyik az, amikor olyan tetőfóliát, párazáró fóliát építünk be, amelyik változó SD értékű, tudja azt, hogy a hőszigetelés szárazon tartja, ugyanakkor a szarufa feletti felületeken a páráteresztő képessége az megnövekedett, és így az ott jelenlévő párát ki tudja engedni. Erre léteznek ma már technológiák, több gyártó is kínál ilyet. A Bauder kínálatában a Bauder LSD Vario NSK az a termék, amelyikkel így a szarufákat körbe lehet felújítás során csomagolni, és lehetővé tesszük azt, hogy a pára az szabályozottan távozzon az épület szerkezetünkön keresztül. Tehát ez az egyik megoldás, hogy változó SD értékű tetőfóliákat építünk be felújítás során. Mit látunk itt a képen? Hát itt azt látjuk, hogy a kivitelezés során a régi hőszigetelést eltávolították a szerkezetből, új szálas hőszigetelőanyag kerül beépítésre a szarufa közbe, majd e fölött a szarufa felső síkján egybefüggően van egy párazáró rétegünk. Akkor ez most jó vagy nem jó? A képen látható Bauder Tex párazáró fólia nem egy változó SD értékű fólia, azonos páraáteresztő képességgel rendelkezik hideg-meleg hőmérsékletben egyaránt. Akkor ez most jó vagy nem jó? Ez jó tud lenni. Igazából itt már csak az a kérdés, hogy e fölött milyen hőszigetelés fog elhelyezkedni. Hogyha a pára elindul a szerkezetből és eléri ezt a tetőfóliát, az még önmagában nem baj. A baj akkor van, hogyha ennek a tetőfóliának, párazáró fóliának hideg a hőmérséklete, és ez a pára ez le tud csapódni. Ezáltal kondenz víz képződik, és a hőszigetelésünkben pedig beázásszerű tünetek fognak megjelenni. Ennek úgy tudjuk elejét venni, hogyha a párafékező fóliánk fölött van még egy egybefüggő hőszigetelésünk. De mennyi legyen ez az egybefüggő hőszigetelés? A Baudernél alkalmazunk egy ökölszabályt. Ez az ökölszabály úgy hangzik, hogy amennyi centiméter a meglévő szálas hőszigetelőanyag a tetőnkben, ahhoz adjunk hozzá 4 centimétert, majd a kapott eredmény meg fogja adni a PIR hőszigetelésünknek a vastagságát. Egy gyakorlatban egy példa, 8 cm szálas hőszigetelőanyag van a tetőnkbe beépítve, 8 meg 4 az ugye 12, tehát 12 cm PIR hőszigeteléssel egészen biztosak lehetünk abban, hogy nem kell kondenz vízzel számolnunk a párazáró fóliánknál. Miért működik ez az ökölszabály? Egyébként kipróbálható ez más számokkal is, akár 10-zel, 12-vel, vagy akár kevesebbel is. Azért fog működni, mert hogyha visszagondolunk az előző példába, hogy a 4 plusz 12, akkor van egy olyan szabály, amiről nem szabad elfeledkeznünk, hogy a párazáró réteget be szabad vinnünk nekünk a szerkezetbe a hőszigetelő képességünk egyharmadáig. Tehát nem a tető vastagságunk egyharmadáig, ugye az említett példában a 4 plusz 16 centi, az azt jelenteni, hogy a hőszigetelésünk vannak a 12 centi, az ugye összesen 16 centi, a hőszigetelésünk az összességében 16 centit éri el, azt mondtuk, hogy a harmadáig vihetjük be, ugye itt akkor az 5,3 cm lenne. A 8 cm az viszont ugye jóval több, tehát mélyebben helyezkednénk el. De ahogy említettem, nem ez számít, nem az abszolút értéke számít centiméterben a rétegvastagságnak, hanem a hőszigetelő képessége. És mivel, hogy egy PIR körülbelül kétszer olyan jó hőszigetelő képességgel rendelkezik, mint a korábban beépített szálas hőszigetelőanyagunk, ezért a matematikai példát úgy kell nekünk levezetni, hogy a meglévő 8 cm-hez hozzáadunk még legalább 24 cm-nyi hőszigetelő képességet, 24 cm-t, és ugye itt már látjuk azt, hogy a 8 cm a 24-nek pont a harmada, tehát teljesült ez az elvárás, hogy egy harmadnál mélyebben nem vittük be a párazáró réteget a hőszigetelő képességbe. Biztos vagyok benne, hogy a harmad pont pedig ennél jóval kiebb helyezkedik el a szerkezetben, tehát ezt az ökölszabályt használva a szerkezetünk működőképes. Tehát felújítás során működhet ez a megoldás, hogy a szálas hőszigetelő anyagunkat, hogyha az egy jó állapotú anyag, akkor bent hagyjuk a szarufa között, és a szarufa felső síkján terítünk ki egy párazáró réteget, amit aztán felület folytonosítunk. A felület folytonosítás itt a mi esetünkben nagyon egyszerűen történik. A fólia kétoldalú ragasztósával van ellátva, az egyik a fóliának a felső oldalán felül helyezkedik el a ragasztósáv, az alsó oldalán pedig alul helyezkedik el a ragasztósáv, így átlapolásban a védőfóliákat eltávolítva mind a két ragasztó egymással találkozik. Ez nem csak egy erősebb kötést tesz lehetővé nekünk, hogy a két ragasztósáv egymással találkozik, hanem az építkezés során bármilyen szennyeződés éri a fóliánkat,
akkor ezt a szennyeződést, ezt eltávolítjuk a védőfóliák lehúzásával. Tehát lehet akár poros a felületünk, lehet akár picit párás mondjuk a hajnali órákban, ez nem fogja hátrányosan érinteni a ragasztásunknak a minőségét, mert ugye, ahogy említettem, a védőfóliával ezt egy mozdulattal eltávolítjuk. Ilyen egyszerű tehát a felületen elkészíteni a folytonosságot, azonban nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy nekünk nem csak a felületünk kell, hogy légtömör legyen és felület folytonos, hanem az épület szerkezetekhez, mint például betonkoszorú vagy a felmenő falszerkezetek, szintén csatlakoznunk kell légtömören. Ehhez megvannak a megfelelő rugalmas tömítők, ezt egy pisztolyos felhordással elkészíthetjük, és biztos vagyok benne, hogy légtömör lesz a csatlakozásunk. Miután a párazáró rétegünk elkészült, indíthatjuk a hőszigetelő táblák elhelyezését. A hőszigetelő táblák nútféderes kilakítással vannak ellátva, tehát itt hőhiddal nem kell különösebben számolnunk. Az alátét fólia legtöbb esetben rá van kasírozva nekünk ugye a hőszigetelés felső oldalára. Ezek szintén két oldalú ragasztósával vannak ellátva, és itt ugyanaz, ami az előbb elhangzott, érvényes, tehát bármilyen szennyeződés legyen nekünk a fólia felületén, akkor ezt a védőfóliával eltávolítjuk, és ragasztósával fog kapcsolatba lépni. Ezzel már egy fokozottan vízzáró alátét hiazatot készítettünk el. Ugye itt a ragasztott átlapolások már nekünk a fokozottan vízzáró alátéthiazat kritériumait teljesítik. Fölmerül a kérdés gyakran, hogy egy áthaladó szarufa az mekkora hőhidat jelent nekünk. Ugye itt a fának lényegesen jobb a hővezetési tényezője, mint a hőszigetelő anyagoknak, azonban arról sem szabad megfeledkezni, hogy ebben az esetben a hőnek egy jóval hosszabb utat kell megtenni a szerkezet irányába. Hőkamerás felvételek megmutatják azt, hogy maga a szarufa ilyen esetben nem hőhid, nem jelent hőhidat. A probléma sokkal inkább az, hogy a párazáró rétegnek és a légzáró rétegeknek a csatlakoztatása nem vagy hibásan történik meg a szarufáknál. Ezt láthatjuk a felvételen is. A sötétkék szín az már nem jelent nekünk túl jót a hőkamerás felvételnél. Hogyan tudjuk ezt kiküszöbölni, hogy legyen nekünk a talpszelemen, illetve a koszorú csatlakozásánál egy megfelelő légzáró csatlakozás? Több megoldás létezik, én hadd mutassak be most egyet. Ez a megoldás, ez a német szabvány szerint készült. A lényege az, hogy magát a párazáró rétegünket le tudjuk vezetni, le tudjuk zárni a vasbeton koszorunkhoz, ugye légtömören, az említett és már látott rugalmas tömítőnkkel. A szarufának és a tetőnek a csüngő részét pedig úgy fogjuk kialakítani, hogy a korábbi, ugye most egy felújításról beszélünk, a meglévő szarufának a felső síkjára elhelyezünk csonkaszarufákat, amit aztán csavarozással megfelelő módon rögzítünk. Ugye itt ennek a fiók szarufának a kontúrját láthatjuk narancssárga színnel kiemelve. Láthatjuk azt, hogy a belső oldali párazárásunk teljes értékű, hozzácsatlakozik a vasbeton koszorúhoz, az épületet körülvevő termikus burok folytonos, a homlokzati hőszigeteléssel szépen össze tudunk csatlakozni, és egyébként a falaknak a védelmét és az épület megjelenését adó szarufa túlnyúlásunk is megvalósul, utána pedig ugye alátéthéjazat cseppentőlem ezzel kivezetve beszellőző réteg a fedés alatt. Tehát azt gondolom, hogy ez a csomópont minden kívánalomnak megfelel. Hogy néz ez ki a gyakorlatban? Így néz ez ki. A falazás ugye fölvihető a szarufának a felső sikjáig. Láthatjuk, hogy a szarufákon szépen az ereszburkolat be van már, a besülyeztés el van készítve. Ugye ez nem fog nekünk egy lépcsőt eredményezni az alátéthéjazat kivezetésében. Látható, hogy el van készítve nekünk a párazáró rétegünk. Oldalirányba szintén működik ugye ez a lehetőség, nem csak szarufa irányba, hanem oromzatoknál túlnyúlásokat ugyanígy el tudunk készíteni. A falhoz szintén hozzá tudunk csatlakozni a párazáró rétegünkkel, és kis fiókgerendák beépítésével létre tudjuk hozni az orom túlnyúlást kívánt mértékben. Hogy néz ki egy felújításnál? A felújításnál a régi szarufáinkat egyszerűen le tudjuk vágni. Fontos az, hogy a szarufák és a talpszelemennek kapcsolatát azt erősítsük meg, majd következhet a párazáró rétegnek a fektetése. Ugye nem feltétlenül kell egy Bauder textfóliában gondolkozni, lehet ez egy Bauder 220 párazáró fólia, egy polietilén alapú széles tekercsekkel gyorsan tud haladni a felületnek a letakarása.
majd ugye szintén a légtömör csatlakozásról nem feledkezhetünk meg, hogyha szükséges, akkor a felületet kellősíthetjük ahhoz, hogy egy megfelelő tapadást érjünk el a rugalmas tömítőnek. Majd, hogyha a légtömör csatlakozásunkat elkészítettük, föltehetjük a fiókszarufáinkat, amit először csak ideglenesen rögzítünk, majd persze megfelelő csavarozással véglegesen. Következhet a poliuretán tábláknak a fektetése, ugye ezáltal létrehozzuk a már fokozottan vízzáró alátét hihazatunkat. Az eresznél a hiányzó elemeket kipótoljuk. Ugye itt látható, hogy a pirtáblák s régen meg vannak vágva, illetve függőlegesen meg vannak vágva. Ez lehetővé teszi azt majd nekünk, hogy a homlokzati hőszigetelésünk szépen tudjon csatlakozni a tetőhőszigeteléséhez. És egy apró érdekességet figyeljünk meg, hogy a fiók gerendáinknak a magassága és a pirtáblák magassága az nem egyezik. Ez nem egy elrontott konstrukció, sőt, kifejezetten jó. Ugye itt még pirtáblával és a alátéthihazatunk folytonosításával a szarufa által keltett hőhidat még tovább tudjuk csökkenteni. Majd következik az eresz burkolat, és kezdődhet az ellenléceknek a rögzítése. Ugye itt is először csak egy ideiglenes rögzítés, majd pedig ugye hozzá a rendszercsavarok, amiket a Bauder kínál. A rendszercsavarok elhelyezéséhez van nekünk segítségünk, de még mielőtt ebbe belemennénk, a rendszercsavarokról én szólnék néhány szót. Csavar sokfajta kapható a kereskedelmi forgalomban, mivel másabb egy rendszercsavar, mint egyébként egy hasonló méretű, egy hasonló keresztmetszetű csavart megvennék én bárhol máshol. A Bauder rendszercsavarok kettős menettel rendelkeznek, ez egyrészt jelent egy megduplázott erőt a szimpla menethez képest, másrészt pedig úgy vannak kialakítva ezek a menetek, hogy a felső menet az nagyobb menetemelkedéssel bír, mint az alsó, ezáltal az ellenlécünket sokkal jobban szorítja a hőszigeteléshez, és ezáltal esetleg a fűrészárúban lévő pontatlanságok kiegyenlíthetők. Egy speciális fejkialakításról beszélünk, ami egyébként egy Torx fej, ez könnyen besüllyed az ellenlécbe, ugye itt e fölött már nem probléma a tetőléceknek az elhelyezése, hogyha éppen arra a pontra esne a tetőlécünk, és ezek a csavarok egy olyan bevonattal vannak ellátva, amelyek egy nagyon jó kenést adnak a csavarnak, ezáltal egy akus csavar behajtó segítségével tudom az egész tetőfelületet rögzíteni. Tehát ez egy nagyon kényelmes lehetőséget nyújt számunkra. És természetesen megfelelő korrózió állósággal bírnak ezek a csavarok, ezt sópermetes tesztek, 1000 órás sópermetes tesztek bizonyítják, ugye ez nekünk biztonságot és tartóságot jelent. Valamint a hegye ezeknek a csavaroknak, rendszercsavaroknak egy ilyen dugóhúzó elv szerint van kialakítva, ezáltal pontosabban tudom elhelyezni, nem akar annyira eltáncolni a csavar a behajtás helyétől, tehát lényegesen könnyebbé teszi a munkát. Ugye, ahogy említettem, az ellenléceket rögzítjük ezekkel a rendszercsavarokkal, és az ellenlécek rögzítésével kerülnek ugye a hőszigetelőtáblák is rögzítésre. Ezeknek az ellenléceknek a keresztmetszete 40x60 mm, mivel hogy Magyarországon ez kereskedelmi forgalomban nem kapható, így a hozzá legközelebb álló lépcső nyilván fölfelé menve, ez az 50x75 mm-es ellenléc lesz a mi esetünkben. Majd, hogyha az ellenléceket rögzítettük, akkor készülhet a tetőnek a lécezése, majd aztán a fedése, és ha valamit nem jól csináltunk, akkor kezdhetjük az egészet előről. Itt a képen azt látjuk, hogy hát ez a fedése ez bizony pár négyzetméterről lemászott a tetőről, ahogy Haraszti tanár úr mondta, nem sikerült maradásra bírni ezt az anyagot. És hát, megnézzük közelebbről, akkor azért ez nem véletlen. Itt most már későbbi példákat is, vagy más példákat is szeretnék megemlíteni, tehát hogy milyen problémák lehetnek a hőszigeteléssel. Hát látjuk azt a képen, hogy bizony ezek a csavarok ezek nem pont oda kerültek, ahova szerintem jó eséllyel a kivitelező szánta, hanem egy 15-20 cm-rel arrébb, és hát nem mindegy, hogy az a csavar az a szarufában fog, vagy pedig a deszkázatunkban. Aztán láthatunk elmozdult tetőablakokat is. Mi lehet vajon itt a hiba? Vajon rosszul rögzítették a tetőablakokat? Nézzük meg! Az ablakok rögzítése az megfelelő, tehát ezek gyári előírás szerint két csavarral sarokvasanként vannak rögzítve. Lehet, hogy a rögzítés távolsága nem megfelelő? A csavarok azok 63 cm-re vannak elhelyezve egymástól, ez több, mint tökéletes. Tehát ez messze sűrűbb, mint ami egyébként egy átlagos esetben indokolt lehet. Akkor hol lehet a hiba? Hát a probléma ott van, hogy ezek a csavarok kellő sűrűséggel vannak elhelyezve, azonban nem a megfelelő szögben vannak behajtva.
Itt ez a kis sablon mutatja nekünk a képen, hogy a csavarokat egy bedöntéssel, az eresz irányban megdöntéssel kell nekünk elhelyezni, a képen pedig hozzávetőlegesen, merőlegesen van behajtva ez a csavar. De vajon miért van erre szükség, hogy ezeket a csavarokat mi az eresz irányába megdöntve helyezzük el? Nem az összes csavar lesz az eresz irányba megdöntve, kerülnek elhelyezésre merőlegesen is csavarok, tehát a csavarok egy része merőlegesen, egy része pedig az eresz irányba megdöntve kerül behajtásra. Mi ennek az oka? A tetőnk hőszigetelése, az kétféleképpen szeretne elmozdulni a helyéről. Egyrészt ugye a gravitáció által próbálna ez az egész szerkezet az eresz irányába lecsúszni, másrészt pedig van nekünk egy szélszívásunk, amelyik pedig megpróbálná elemelni a tetőfelülettől. Nézzük először az elsőt, a lecsúszás elleni védelmet. Egyrészt a rendszercsavarok és minden más csavar húzásra bír legnagyobb erőt felvenni, kevésbé nyírásra. Márpedig látjuk azt, hogy ha itt nekünk merőlegesen vannak behajtva a csavarok, akkor az eresz irányú elmozdulás a csavarokban egy nyíró erőt kelt. A csavar pedig húzásra sokkal többet képes felvenni. Tehát ez részben az egyik oka annak, hogy az eresz irányába megdöntjük ezeket a csavarokat. A másik pedig, hogy a merőlegesen és a ferdén behajtott csavarok által létre fog jönni nekünk egy erőháromszög. Fontos megemlíteni, hogy ez csak magas nyomó szilárdságú hőszigeteléseknél működik. És itt megragadnám az alkalmat, hogy kiemeljem, hogy a Bauder-Pier hőszigetelők azok 25%-kal nagyobb nyomó szilárdsággal rendelkeznek, mint egyébként a piacon többnyire más gyártók által használt szaruha feletti poliuretán hőszigetelés. Szám szerint ez egy 120 kilopaszkálos nyomó szilárdsággal bíró anyag, amit itt a Bauder esetében használunk. Nézzük meg a szélszívással szembeni igénybevételünket, szintén Bauder rendszer csavarral védekezünk a szélszívás ellen. Ezeknek a behajtási szöge merőleges a szarufákra, és ez független a tető hajlásszögétől. Elképzelhető, hogy egy alacsony hajlásszög tartományban, egy 10 fokos tetőnél, például a szélszívás számításnak az eredménye azt fogja nekünk kihozni, hogy nem szükséges eresz irányába megdöntött csavarokat elhelyezni. Azonban hajlásszögtől függetlenül biztos, hogy lesznek merőlegesen elhelyezett csavarok, mert ahogy említettem, a szélszívás ellen minden hajlásszögnél védekeznünk kell, és ezt merőlegesen behajtott csavarokkal fogjuk elérni. Segítség ehhez, hogy most akkor merőlegesen, vagy éppen eresz irányában megdöntött csavarokat építsünk be, és mekkora legyen ennek a megdöntésnek a mértéke. A megdöntés mértéke az 60 fok, ehhez készülnek egyébként gyári segédeszközök, mint amit itt látunk, hogy egy sablon, ami segít nekünk a pontos elhelyezésben, de egyébként magán a rendszercsavarnak a dobozán is van egy ilyen kis kitéphető papírsablon, ami megmutatja a helyes szöget nekünk, hogy hogy tekerjük be ezeket a Bauder rendszercsavarokat. Ha valaki egy ilyen szerszámmal nem rendelkezne, de ezt mi nagyon szívesen biztosítjuk egyébként a kivitelezés során. Látható, hogy itt az eresz irányába megdöntött csavart, ezt pontosan be tudjuk állítani, és látjuk azt, hogy egyébként ez a sablon lehetővé teszi azt is, hogy merőlegesen, hogyha hajtsunk be csavarokat, hogy ez valóban pontosan merőleges legyen. Nagyon nagy segítség, gyorsan elhelyezhető, és egyébként egy alumíniumból készült szerszámról van szó, tehát nagyon könnyű, nem okoz ez plusz nehézséget, hogy ezt a tetőn mozgassuk. Tehát ezek segítséget jelentenek a pontos rögzítéshez, de mi még több segítséget nyújtunk a pontos rögzítéshez, készítünk egy rögzítési tervet. A korábbi előadásban Rácz István kollégám már említette azt, hogy lapostető készítésénél is a Bauder az tud egy szolgáltatást nyújtani, ez egy díjmentes szolgáltatás, ugye a meghatározott paraméterek szerint el fogjuk készíteni ezt a szélszívás számítást. Ez egy szabvány szerint készülő szélszívás számítás, mind a lapostető, mind a magastető esetében. Természetesen itt épületre szabottan figyelembe vesszük az adott épületnek a paramétereit, a magasságát, ugye egy magastető esetén a tetőnek a hajlásszögét, azt, hogy milyen eurókód szerint, milyen földrajzi kategóriájú helyen helyezkedik el ez az épület, és így az épület magasságát, stb., tehát most nem részletezném, de hogyha rendelkezésre állnak ezek az adatok, már pedig rendszerint egy építési engedélyezési rajzból ezek az adatok kinyerhetők, akkor el tudunk készíteni az adott épületre egy szélszívás számítást, és ehhez kapcsolódóan egy rögzítési tervet. Mit fog nekünk megmutatni a rögzítési terv? A rögzítési terv megmutatja nekünk azt, hogy egy adott tetőfelületen, itt az említett példában egy nyeregtetőn, a sarokterületeken, a peremterületeken és a belső mezőkben milyen sűrűséggel kell nekem elhelyeznem a csavarokat, és milyen méretű csavarokat kell nekem elhelyeznem. Mit jelent az, hogyha ezt a szélszívás számítást én használom, és a rögzítési terv szerint járok el, akkor egészen biztos, hogy egy biztonságos és gazdaságos rögzítés fog létrejönni.
Ha nem használunk ilyen előre elkészített rögzítési tervet, akkor lehet szerencsénk, és pont jól sikerül ez az épület, illetve a fedőanyagoknak meg a hőszigetelő rendszernek a rögzítése. Azonban lehet, hogy ha nem használok rögzítési tervet, akkor egy alulméretezett tetőm lesz rögzítés technikailag. Ezt nyilván nem kell magyarázni, hogy ez mivel jár. Láthattunk az előző előadásokban, Haraszti tanár úr előadásában is példákat arra, hogy mi történik akkor, hogyha egy rögzítés alulméretezett. Illetve történhet ennek a szöges ellentéte, hogy túlbiztosítok egy tetőt, jóval több rögzítőelemet használok, mint amennyi indokolt. Ez persze nagyon jó, hiszen a biztonság oldalára tévedtem, azonban ez a gazdaságot fogja elvinni nekünk, tehát lényegesen gazdaságtalanabb rögzítésünk lesz. Egy rögzítési tervnél, ahogy említettem, biztonságos és gazdaságos megoldást tudunk nyújtani. A rögzítési terv, meg ugye az ellenléceknek a rögzítése, ezt láthattuk az előző diákon, hogy nagyon jól működik szarufával ellátott magas tetők esetében, de mi a helyzet magas tetős vasbeton szerkezeteknél, ugye népszerűbb nevén a koporsó fődémeknél, amiből ma egyre több készül, nem csak társasházi szegmensben, de akár már családi házas szegmensekben is találkozhatunk ezekkel az egyébként jó szerkezetekkel. A magas tetős vasbeton szerkezeteknél picit másként néz ki a rögzítés, van erre is megoldás, szeretném is ezt most bemutatni önöknek. A vasbeton szerkezetes födémeknél, népszerűbb nevén a koporsó födémeknél egy gáncsfás megoldást fogunk alkalmazni. Vajon mi az a gáncsfa? Nem biztos, hogy mindenki találkozott ezzel a fogalommal, nem egy sűrűn előforduló szó a szókincsünkben. Itt én a Wikipédiát hívtam segítségül. Gáncsfa teherhordó szerkezeti elemre külön felerősített, a terheket közvetítő, rövid gerenda, padló vagy deszkadarab. Tehát ebből, amit kiemelnék, a terheket közvetítő elemről van szó. Tehát nekünk a terheket ez fogja átadni a vasbeton szerkezetre. Hogy néz ki egy ilyen gáncsfás megoldás, hogy kell egy ilyen gáncsfával előkészülnünk? A gáncsfákon két furatot fogunk elkészíteni, egy kisebb fúrókeresztmetszettel és egy nagyobb fúrókeresztmetszettel, majd a gáncsfa hátoldalára buldogtárcsákat fogunk elhelyezni, egy C2-es buldogtárcsát. Akár már el is helyezhetnénk ezeket a gáncsfákat a felületen, de ne feledkezzünk meg, hogy koporsófödém esetén is szükség van nekünk egy párazáró réteg elkészítésére. Hát, hogyha valaki próbált már egy polietilén vagy bármifajta párazáró fóliát koporsófödémen rögzíteni, az bizonyára szembe találkozott némány nehézséggel. Ugye kapcsolni, tűzni nem nagyon tudunk a betonfelülethez, esetleg ilyen öntapadó szalagok segítségül jöhetnek, de hát azért ez egy szélesebb időben már elég bonyolult kivitelezést eredményezne. Úgyhogy itt a megoldás az lehet, hogy egy koporsófödém esetében egy bitumenes kellősítés után egy bitumenes lemezből elkészítjük a párazáró rétegünket, méghozzá egy öntapadó bitumenes lemezzel. Ugye Rácz István kollégám előadásában hallhattuk, hogy a TEK megjelölés mutatja a Bauder kínálatában az öntapadó lemezeket. Egy kellősített felületre a hátoldalán teljes felületen tapadó öntapadó lemezt tudunk elhelyezni. Gyors, biztonságos és légtömör csatlakozásokat tudunk létrehozni. Szerintem koporsófödém esetén ez a lehető legeslegjobb megoldás párazáró réteg kialakítására. Térjünk vissza a gáncsfáinkhoz. A gáncsfákat rögzítjük az eresztartományban. Ezeknek a gáncsfáknak a távolsága 60 cm egymástól. Ez ideális a hőszigetelő tábla méretét figyelembe véve. És ezt követően pedig ugye történhet majd a PIR elemek elhelyezése a gáncsfáktól fölfelé. Ez ugye egy megtámasztást fog nekünk egyrészt nyújtani a PIR tábláknál, másrészt pedig az ellenléceknek a rögzítését meg fogjuk tudni oldani ferdén behajtott csavarokkal az eresztartományban. Ugye itt a beton szerkezetben már elég sokfajta rögzítést fogunk tudni használni, akár beütős dübeltől elkezdve egyéb megoldásokat, most hadd ne részletezzem. Az eresznél pedig, ahogy említettem, meg tudjuk oldani a ferdén behajtott csavarokat a gáncsfába. Mi ennek a megoldásnak az előnye? Az az, hogy egyébként egy ereszpallót használnánk, ami megtámasztásul szolgálna ezeknek a hőszigetelő elemeknek, viszont egy folytonosan elhelyezett ereszpalló az nekünk hőhidat jelentene az eresz magasságában. Egyszerű a kivitelezés, és ahogy említettem, magához a hőszigetelő táblák, illetve ellenlécek rögzítéséhez már egy széles elemválaszték társul, tehát itt akár dolgozhatunk egy beütős dübbellel, ami jelentősen meggyorsítja a kivitelezést. És ami egy nagyon-nagyon fontos előnye ennek a megoldásnak az az, hogy egy hőhídmentes átmenetet fogunk létrehozni a tető és a homlokzat között.
Nézzünk meg néhány további részletet, ami igazából most már független attól, hogy faszerkezettel van dolgunk, vagy pedig vasbeton szerkezettel van dolgunk. A képen azt látjuk, hogy egy élképzésnél a pirtáblákat hogyan illesztjük össze. Egy körülbelül 1-2 cm-es hézagot szándékosan hagyva, purhabbal kitöltjük, ezzel folytonosítjuk a hőszigetelő rétegünket, majd pedig ugye élképzésnél, gerinckialakításnál a vízzáró rétegünket is valamilyen utonmódon folytonosítani kell, ehhez megvannak az élzáró szalagok, amik szintén bitumentartalmú elemek, tehát vízzáróságot önmagukban hordozzák. Hozzáteszem, nem minden gyártónál van így. Találkoztam olyan gyártónál, akiknél ezek a vízzáró, ezek az élzáró elemek nem vízzáróak, tehát egy csap alá tartva átfolyik rajtuk a víz. De ez esetben ilyenről nincs szó. Egy picit kiemelném a kémény csatlakozást. Ugye itt ugyan Magyarországon már említettük, hogy másként ég a tűz, mint Nyugat-Európában. Ez Nyugat-Európában is érvényes előírás, amit most látunk itt a képen. Tehát a kéményhez egy 12 cm-es széles sávban A1-es égési besorolású anyaggal kell csatlakoznunk nekünk. Természetesen a vízzáró rétegünket itt is folytonosítani kell, tehát itt is hozzá kell csatlakoznunk a kéményhez. Ez szintén a már éleknél, gerinceknél bemutatott élzáró szallaggal könnyen megvalósítható. Öntapadó hátoldallal rendelkeznek teljes felületen, tehát nagyon könnyű az elhelyezésük, a sarkok kialakítása, ez valamifajta rugalmassága is rendelkeznek az anyagok, tehát a csomópontok is könnyen kialakíthatók. Fontos, hogy ugyan öntapadó lemezről beszélünk, de magas tetőnél ez az ütközővizes megoldás ez nem megengedett, tehát mindenképpen kell a ragasztott csatlakozáshoz nekünk egy vízelvezető csatornát beépítenünk. Ugye ez a kémény fölötti felület az még több négyzetméter, vagy akár több tíz négyzetméter is lehet, és az itt érkező csapadékot azt nekünk a kéménytől el kell vezetnünk valamelyik irányba, lehetőleg egy olyan szomszédos szarufa közben, ahol már nincs további áttörés, tehát például kémény vagy tetőablak. Ha nem, az a szarufa köz már lehetőség szerint az ereszig fusson le. Majd az elkészült kéményünk az valahogy így néz ki, a hozzá tartozó rögzítő elemekkel. Nem lennénk Bauder, hogyha csak a hőszigetelésről beszélnénk. A Bauder ez nem csak hőszigetelés. A Bauder ez egy teljes komplett rendszert kínál magas tetők esetében is, a belső oldali párazárástól elkezdve az alát hétihazatokon át a hőszigetelést is magában foglalva. Hogyha valaki azt várná most tőlem, hogy én egy ilyen nagyon részletes termékprezentációt tartsak, akkor annak csalódást kell sajnos okoznom. Én most csak nagy vonalakba ugranék át, hogy milyen megoldások léteznek a Baudernél. Azért tartom azt fontosnak, hogy erre kitérjünk, mert ugyan sok cserépgyártó kínálatában már léteznek szarufa feletti hőszigetelés megoldások, de ilyen széles termékkínálattal azt gondolom, hogy más gyártók nem rendelkeznek. Tényleg ígérem, hogy egy pár érdekes megoldást fogok még itt a következő percekben bemutatni. Bauder Pirté kombi, mit látunk? Egy összességében egy 58 mm vastaganyagról beszélünk, aminek 8 mm-ét egy gipsztros lemez fogja kitenni, tehát maga a pirham az 5 cm vastagsággal rendelkezik. Hol tudjuk ezt használni? Ez a gipsztros lemez a belső oldalon lehetővé teszi azt, hogy akár új szerkezeteknél, vagy akár régieknél a szarufák felett már egy olyan réteget hozzunk létre, ami közvetlenül vakolható vagy glettelhető, tehát akár már glettelhető is. Fölmerülhet a kérdés bennünk, hogy ez esetben hogyan oldjuk meg a párazárást. Azt gondolnánk, hogy ha mondjuk egy kellően magas műgyanta tartalmú vakolattal dolgozunk, akkor itt már ugye a rések eltakarásra kerülnek, és az fogja majd jelenteni nekünk a belső oldali párazárást. Lássuk be, hogy ez nem lenne egy jó megoldás, nem lenne egy bölcs megoldás, mert ugye a szarufák fölött ezt az anyagot én nem tudnám felhordani, és bizony a szarufákon keresztül és a szarufák fölötti réseken keresztül ez a pára ez meg tudna indulni a szerkezetből kifelé. Ahogy említettem az előző dián, és most visszalépek egyet, az 5 mm-es vastagság, vagy bocsánat, 5 cm-es vastagság. Ugye érezzük azt, hogy ez önmagában kevés lenne hőszigetelésként, tehát nekünk erre még pluszban kell valamilyen fajta kiegészítő hőszigetelést tenni. De mielőtt ezt megtennénk, ennek a TP kombinak a felső oldalán van egy párazáró lemez elhelyezve, természetesen öntapadó átlapolásokkal, úgyhogy itt ki tudjuk alakítani a párazáró rétegünket. Ne felejtsük el az egyharmados szabályunkat, tehát bevihetjük a párazáró réteget a szerkezetbe, de a hőszigetelő képességünknek mindössze az egyharmadáig, tehát az azt jelenti, hogy ha itt nekünk 5 cm pirünk van, akkor erre még 10 cm pir elhelyezésével megoldottuk azt, hogy egyharmadnál mélyebben legyünk a párazáró rétegben. Egyébként úgy gondolom, hogy egy szép, érdekes megoldást tudunk ezzel produkálni. És ha már a mai napon a Prefa az egyik előadó, akkor ne kerüljük meg a fémlemez fedéseket sem.
Sok esetben találkozunk olyan réteggel, amikor elkészül a PIR szarufa feletti hőszigetelésünk, ellenlécekkel rögzítve, majd pedig egy deszkázat, és arra pedig ugye egy elválasztó lemez, majd a fémlemezfedés. Lehet ezt a kérdést komplexebben is kezelni, kompaktabb megoldással. Erre segítséget nyújthat ez az MDL típusú lemez, amikor nekünk van egy 22 mm-es faforgács lemezünk a PIR felső oldalán, és ugye itt egy rétegben tudunk elhelyezni a hőszigetelést és a fémlemezfedésnek alátámasztást és rögzítési lehetőséget nyújtó faforgács lemezt. Ugye kerül nekünk majd egy elválasztó réteg a fémlemezfedésünk és a deszkázatunk, illetve a faforgács lemezünk közé. Szerintem erről majd részletesebben Forró Sándor kollégám a Prefa részéről fog bővebben beszélni. További érdekesség ennek az elemnek, hogy nem csak tetőben, hanem akár zárófödémeknél is szívesen használják ezt, főleg tőlünk nyugatabbra. Az előnye az az, hogy egy csekély vastagsággal egy jó hőszigetelő képességet tudok létrehozni egy zárófödémnél, és ez a faforgács lap, ami a lemeznek a felső oldalán elhelyezkedik, ez már egy járható, terhelhető, akár egy porszívózható felületet tesz nekünk lehetővé, tehát egy nagyon kulturált megoldás lehet akár padlásterekben is. És akkor egy pici személyeskedést engedjenek meg nekem, az egyik nagy kedvencem, amikor PIR hőszigetelést és bitumenes lemez alátéthéjazatot kombinálunk. Véleményem szerint ez az egyik leges-leges legtartósabb megoldás, ami szóba jöhet magas tetők esetén. A bitumenes lemez alátéthéjazatokkal komoly követelményeknek tudunk megfelelni, hogy milyen követelményeknek arra majd mindjárt kitérnék. Magáról az elemről, erről a PIR plus elemről annyit, hogy ugye poliuretán a már ismertetett módon útféres csatlakozással és gyárilag rákasírozva egy bitumenes alátétlemez természetesen csatlakozó sávokkal. Németországban már régóta létezik egy táblázat a Német Központi Tetőfelő Szövetség gondozásában. Ennek magyar verziója is létezik már EMS részről. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az alátéthéjazatokat 6 csoportba sorolja ez a német irányelv. Ugye megvan nekünk az, hogy önmagában esőbiztos hajlásszögünktől mennyire térünk el, lejjebb vagyunk 4 fokkal, 8 fokkal, vagy a tetőfedőanyag önmagában esőbiztos hajlásszögétől eltávolodunk 12 fokban, és van-e valamilyen követelmény egyébként még a tetővel szemben, tehát például beépített tetőtér az egy követelmény, de hogyha be van építve a tetőterünk, plusz még esetleg a szarufa hosszunk a 10 métert meghaladja, és így mondjuk a nagy vízgyűjtő terület által van egy plusz további követelményünk, akkor ez a táblázat segít abban, hogy milyen osztályú alátéthéjazatot hozzunk létre. A legmagasabb osztály, tehát ami a legnagyobb kritériumoknak megfelel, az az első osztály. A képen látható, hogy egy bitumenes lemez és egy ellenléc feletti átvezetésünk van. Ezt meg tudjuk oldani Bauder rendszerelemekből, tehát van nekünk egy bitumenes alátét lemezzel kasírozott pirtáblánk, majd pedig egy arra a célra kifejlesztett ellenlécet letakaró bitumenes sávval tudjuk ezt a vízhatlan alátéthéjazatot megoldani. Ami, ahogy említettem, Németország legszigorúbb követelményének is megfelel. És ha a felújítástól indultunk, akkor majdnem a felújításnál is fejezném be. Ez a PIR SDS, egy alacsony műértékű anyag. Az előbb említett példákban a poliuretánt alsó és felső oldalon alumínium kasírozás zárja. Nyilván ez az alumínium kasírozás az egy jobb hővezető tényezőt fog nekünk eredményezni, két okból kifolyólag. Egyrészt az áramló hőt azt elteríti úgymond a felületen, másrészt pedig a habképződés során keletkező pentángázokat nem fogja kiengedni ez az alumínium réteg. Ezáltal ugye a gázok, ezek a pentángázok jobb hőszigetelő képességgel bírnak, mint csak maga a bezárt levegő. Viszont ugye párátrés szempontjából az alumínium réteg az egy nagy párellenállással rendelkezik. Elsősorban új építéseknél ajánljuk ezt a megoldást, hogyha nekünk egy korábbi szerkezetünk van, ahol nem vagyunk meggyőződve arról, hogy a párazárásunk rendesen el van készítve, és ez egy jól működő párazárás, akkor inkább térjünk el az SDS anyag irányába, ami egy ásvány kasírozással bír, ahogy említettem, alacsony műértékkel. Tehát széles a termékválaszték, és most még minden terméket nem is érintettünk, ez igazából csak egy megvilágítás szerettem volna, hogy
hogy képet kapjunk arról, hogy igen, ez nagyon széles termékválasztékról van szó, és még egyetlen egy újdonságot szeretnék bemutatni, ez pedig az Eco S, amiben a Bauer szintén úttörő, mint ahogy úttörő volt a magastetős hőszigetelések, szarufa feletti hőszigetelések készítésében, úgy egy új anyag kifejlesztésében is úttörő szerepet vállalt a Bauer. Miről van szó? Ez a Bauer Eco S, egy olyan hőszigetelőanyag, ami szintén egy szarufa feletti hőszigetelés, egy egészséges, környezetbarát és hőszigetelésben erős anyagról van szó. Mitől környezetbarát? Attól, hogy javarészt újrahasznosított alapanyagokat tartalmaz. Láthatjuk, hogy körülbelül 66%-ban biomassa, 4%-ban újrahasznosított poliuretán, illetve 4% kagylómész a fő összetevők. Mi a biomassa? A biomasszát az kőolaj helyett használjuk, olyan mezőgazdasági növénymaradékokból, ami nem tartalmaz gabonát, kukoricát, tehát semmi olyan hasonlót. A hasonló alatt azt én azt értem, hogy semmi olyat, ami egyébként az élelmiszeripar számára hasznos lenne. Ugye ismerjük a jelenséget a bioüzemanyagok elterjedésével, hogy klassz dolog, hogy bioüzemanyagokat égetünk, csak éppen a sok országban pedig éheznek, és ezt az alapanyagot esetleg máshol is fel lehetne használni. Azt mondják, hogy ahol gyarulnak, ott forgács is van, a mi üzemeinkben fűrészelnek, itt fűrészpor van, tehát a tábla gyártás során felhalmozott fűrészport, pir hulladékot, ezt vissza tudjuk dolgozni, és be tudjuk használni a Bauer Eco S gyártása során. Aztán az élelmiszeripar egy nagyon nagy hulladék bír, ez pedig a kagylóhé, nem is gondolnánk, de ez a kagylóhé ez nagy mennyiségben rendelkezésre áll, és egy kiváló alapanyaga tud lenni a kasírozásunknak. Felső rétegen pedig van nekünk egy egynemű polipropilén flízünk. Az utolsó előtti dia a műszaki adatokat gyorsan. Név Bauer Eco S. Az Eco az nyilván a környezettudatosságra utal. Az S, mint Steilach, azaz magas tető. Hozzáteszem, hogy van F jelű is, mint Flachdach, tehát lapos tetőre használható, ugyanilyen technológiával készülő hőszigetelő anyagunk. A hővezetési tényezőt láthatjuk, vastagságot, stb. Amit megemlítenék, az talán az SD érték, tehát egy kiváló páráteresztő képességgel bíró szarufa feletti hőszigetelésről beszélünk. Végezetül, mert időnk fogytán, szeretném megköszönni önöknek a figyelmet, hogy végighallgattak, hogyha az előadáshoz kapcsolódóan kérdésük merülne föl, akár PIR hőszigetelésekkel, rendszerelemekkel, alátéthéjazatokkal, vagy egyébként Bauer szolgáltatásokkal kapcsolatban, akkor honlapunkon elérhetőségeink megtalálhatók, állunk rendelkezésre. Köszönöm szépen a figyelmet!